Sok szeretettel köszöntöm a Regio Plus televízió nézőit. Önök a Porta 62. adását látják. Mai műsorunk témája. Idén harmadszor adományoznak díszpolgári címet Kartalon. Aranypáva díjat kapott a Galgahévízi Pávakör. Három szervezet összefogásával gyűjtenek adományokat Galgahévízen. Megismerhetik Kartal közelmúltban beiktatott plébánosát. Tartsanak velünk! Egy 2010-es önkormányzati rendelet alapján Kartal díszpolgári címet adományozhat annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Kartal település érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult Kartal fejlődéséhez, értékei megőrzéséhez. Igazából már az előző képviselőtestületnek is célja volt az, hogy azokat az embereket, akik kimagasló eredményeket értek el Kartal életébe, vagy meghatározói voltak a település fejlődésének, valamilyen díjjal jutalmazzuk. És akkor merült föl, hogy a díszpolgári címet adományozzunk azoknak, akik egy életmunkájával, vagy a sportba, vagy a gazdasági életben, vagy egyéb téren, mondjuk művészetek terén kimagaslót teljesítettek. A kiválasztás folyamatában a Kulturális Bizottság tagjai vesznek részt, majd az általuk közösen kiválasztott személyek nevét a képviselőtestület elé terjesztik, ahol is döntenek a kitüntetettekről. 2010-ben három címet adományoztak. Szabó László, Mészáros Józsefné Varjú Angyalka és Száraz József részére. 2011-ben 5 díjat osztottak ki, amiből 2 posztumusz volt. Herceg Jánosné, Boros Károly, Sőregi János, Kovács László és Lukács József kapott elismerést munkájáért. Idén 2 személy kapja a Kartal Nagyközség díszpolgára címet. Székely József volt tanár úr, az általános iskolában tanított sokáig, és a fotószakkört vezette. Ennek kapcsán is kapja meg a díszpolgári címet, ugyanis rendkívül sok anyaggal megörökítette Kartal történetét, főleg az iskola képei kerülnek az ő gyűjteményébe. Terve van véve, hogy szeretnénk a képeit majd digitalizálni, hogy megmaradjon emlékbe az utókornak, illetve a kiállítást megtekinthetik a Kartaliak, a Kartaliaknak műsor alatt, illetve utána. A másik díjazott Bút Emília, róla annyit kell tudni, hogy Kartalon élő költő és írónő, 4 könyve jelent meg, a legutóbbi könyvének a bemutatóján itt volt Nagybandó András is, és közösen készült velük egy műsor. Ezen kívül a Liget újságban és nagyon sok más írott sajtóban jelent meg írása, illetve a rádióban is többször készítettek vele riportot. A díjazottak egy díszes oklevelet kapnak, illetve Kartal önkormányzat címerével ellátott és a nevükkel ellátott ezüst plakettet. Este van, már csillag van az égen, Varga Júlcsa mezít lábor éten, sajnálja a cipőjét felhúzni, Garzó Péter nem vesz többet néki, Garzó Péter katonának, acélfegyvert csináltat magának, acélfegyver, rózsafa a nyele, rá van írva Varga Júlcsa neve. A díszpolgári cím átadására a Kartaliak a Kartaliaknak című rendezvény keretén belül kerül sor. 1991-ben az akkori művelődési ház vezetője László Néher Piroska meghirdette ezt a műsort, és olyan embereket vártak ide, akik alkotók, illetve szeretnének bemutatkozni a lakosságnak, valamilyen művészeti ágban tevékenykednek, mint amatőrök. A műsorban minden korosztály képviselteti magát.
Hagyomány szerint a Kartali Általános Iskola és az óvoda gyerekei. Az iskolából versmondókat kértünk felszerepelni, akik Bóth Emília verseit is el fogják mondani. A felkészítő tanáruk az Pehó Ferencné a felsősöknek, ő az irodalomtanár, az alsóba pedig Rehorovszki Gáborné, aki egyben a Kós Bizottság elnöke is. A Játéksziget napközi otthonos óvodából a Nefelej csoport készül gyermekjátékokkal, őket Hugyikné Maurer Ágnes és Péter Zoltánné óvónők készítik fel, ők mindig nagy szeretettel készülnek ezekre az ünnepségekre. Egy éve alakult a művelődési ház keretében egy ifjúsági néptáncsoport. Ők szakkör keretében működnek, heti egy alkalommal, és ők most egy új csárdást tanulnak be. Reméljük, hogy sikerül addigra befejezniük a koreográfiát, és a somogyi táncokat is előadják, amivel már sikeresen szerepeltek több rendezvényünkön is. Őket szintén Pehó Ferencné készíti fel. Tóth Dema Gabriella iskolánk énektanára rendszeresen fellép fuvola előadásával, ami szintén színesíti a műsort. Több ifjú zenei tehetség is van Kartalon, ilyen például Sári Szabolcs, aki trombita játékával már többször megörvendeztetett minket, Szlepák Zsolt a baptista énekkarba is orgonán játszik, ők most talán összefognak és egy közös produkcióval lépnek fel, valamint a hagyományőrző csoportjaink közül is fellép a Kartali Asszonykórus, akik idén ünnepelték 30 éves jubileumi fennállásukat, népzenei minősítéseken többszöri aranypávadíjasok. A Kartali Ne Felejts Népzenei Egyesület immár 2 éve egyesület formájában működik. Ők önálló szerepléssel is jönnek a műsorra, és most már közös kapcsolatuk van az ifjúsági néptáncsoporttal, a somogyi táncokat ők kísérik élőbe. Ők szintén egy elismert csoport Magyarországon, ők is több aranypávadíjjal rendelkeznek. Kartalon működik egy nyugdíjasokat összefogó aktív csoport, aki a hagyományainkat próbálják ugyanúgy megőrizni. Ez a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, és ők is szintén egy műsorral készülnek az ünnepségre. Hát körülbelül ennyi a szereplők listája, de még mindig egyeztetünk. Vannak még felkéréseink, akik még nem igazoltak vissza. Hát nagy szeretettel várjuk a kartali lakosokat is, hiszen ők a legérintettebbek, de ugyanígy az környékbeli falunk, községek vendégeit is, akik esetleg még kapcsolatban állnak a ünnepeltekkel, akik a díszpolgári címet kapják. A rendezvény a Kartali Művöldési Házban lesz 2012. november 24-én 17 órai kezdettel. Idén ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Galga Hévízi Pávakör. A falu apraja nagyja együtt ünnepelt, hiszen a tagok életkora korosztályilag nagyon változatos. A Galga Hévízi Pávakör megalakulása az 1970-es években indult el.
mint ahogy az idei évi jubileumi ünnepségen is elmondtuk, ugye a Vas Lajos kezdte, felszállott a páva mozgalomnak az idején, azóta tart, és azóta van folyamatosan Dalgai Évizen pávakör, aki különböző fellépéseken, rendezvényeken már akkor is, és most is tevékenykedik. Én a szakmámat, a népzenekutatást itt a Galga mentén tanultam meg, úgyhogy annyit tanultam az itteniektől, a hévízgyörkiektől, galgahévíziektől, bagiaktól, hogy soha nem fogom tudni megszolgálni. De azért igyekszem. És hát éppenséggel a galgahévízi pávakörnek még a múlt században a vezetője voltam egy kis ideig, és egy történetet szeretnék elmondani, amivel egyszer s mind az én mentoromra, Borsai Ilonára is szeretnék emlékezni, aki ennek a vidéknek és éppenséggel galgahévíznek is elkötelezett kutatója és tanítója volt. Tőle tanultam meg, hogy mi a különbség a népdal meg a nem népdal között. És amikor elkezdtünk dolgozni a hévíziekkel, akkor hoztak egy nótát, és azt mondták, hogy Katika, énekeljük ezt, mert ez olyan szép, ezt mi úgy szeretjük. És elénekeltek valamit, ami hát sajnálatos módon, számomra sajnálatos módon a nem népdal kategóriába tartozott, de hát azon törtem a fejem, hogy próbáljam meg ezt megmagyarázni nekik, mert ha én azt mondom, hogy ez nem népdal, akkor azt mondják, hogy már az én öregapám is tudta ezt, hogy ne volna népdal. Hogyha azt mondom, hogy ebbe szekvencia van, meg mélyjárás, akkor senki se érti, hogy miről van szó. De mire vége lett a nótának, eszembe jutott a megoldás, és azt mondtam, hogy jó, ezt fogjuk énekelni a buszban, amikor jövünk hazafele a szereplésről. A színpadon ott mást éneklünk. Becsületére legyen mondva az akkori pávakörnek, számosan itt ülnek most a hátam mögött, hogy rögtön megértették és elfogadták, és ebből keletkezett egy szakkifejezés, mert 2 hónap múlva már úgy jöttek, hogy Katika, ez ugye buszba való nóta. És ezt azóta is sokszor, sok helyen elmondtam, mert nagyon megtetszett nekem ez a terminus, hogy buszba való nóta és színpadra való nóta, és nagy örömömre szolgált, hogy a ma este hallott dalok szinte mindegyik színpadra való nóta volt. Egy ilyen hosszú és sikeres működés ünneplésére mi sem lehetett volna szebb ajándék a kórus számára, mint egy magasfokú minősítést elérni. Idén, nyár végén az EGRI Palóc Gála vagy Népzenei Gálán minősültünk, ahol arany páva után nagy díjat is kaptunk, tehát az aranypávát megszereztük valahogy nyár elején, és most egy fokozatot ugrottunk. Nagy díjat kaptunk. És ami a kuriózuma ennek az augusztus végi fellépésnek, hogy hál' Istennek az örök fiatal tagokkal kibővülve versenyeztünk, tehát nem csak 12-15 ember, hanem szép létszámmal és nagyon jót énekeltünk. Az EGRI Népzenei Gálára fontosnak tartották, hogy a jellegzetes helyi dalokkal készüljenek, hiszen elvárás is a szervezők részéről, hogy tájjellegű dalokat énekeljenek a csapatok. A zsűrizésnél figyelembe vették azt, hogy mennyire énekelnek tisztán és egyszerre a kórustagok, mennyire használják a korhű nyelvezetet.
A dalok összeválogatása mindig a Galgamentével kapcsolatos. Tehát a Galgamenti szerelmes, Galgamenti katonás, Galgamenti életnek megfelelő dallam, stílusok és dallam összevonások vannak. Ez is inkább ilyen Galgamenti vegyes szerelmes blokk volt, amit tudtunk már régóta. Tehát tudták a fiatalok, és tudták az idősebbek is, hiszen tőlük tanultuk meg ezt a folyamatot, hogyan kell énekelni. És ugye nagyon nagyszerű érzés volt az például most a gálán, hogy azok a versenybírók, akik eddig is minősítették a csapatot, szinte meglepődtek azon, hogy fölmegy a színpadra egy nagyobb csoport, ahol az idősebb nénik, a szépkorú nénik is olyanok, mint a lányok, a menyecskék, kivirulva ott vannak, és hát örültek, hogy azért így, hogy mindenféle korosztály megjelenik, és még ugyanúgy tudjuk énekelni azokat a dalokat. A legszebb ebben az egészben az volt, hogy talán nem próbáltunk rá sokat, hanem úgy jött. Úgy elkezdtünk énekelni, és jöttek a nóták, és mintha mindig együtt énekelt volna a fiatal az időssel, úgyhogy nagyon jó élmény volt Egerben. Azon kívül, hogy a zsűri az énekhangokra figyel, az összértékelésbe beleszámít a népviselet is. Mint a polgármester úrtól megtudtuk, a korhűség szempontjából a galgahévíziek előnyt élveznek. A galgahévízi népviselet, mint általában a galgamenti népviselet, színes népviselet és nagyon ritka. Tehát igazándiból ez a viselet az, ami a palotságnak az a viselet része, ami nem változott az évek hosszú során. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes néptáj jellegű viselet változik valamelyes. Tehát ha ezt most Kalotaszegtől egészen Magyarország dél-dunántúli zalai részeire is vesszük, mindig volt benne egy kis cifrázás, tehát kicsit színesítették, megvágták, hosszították, éppen más lett a viselet. A galgamenti viselet nem változott. Tehát évek óta folyamatosan még azt sem tudjuk rá mondani, hogy nagyon megrövidültek volna a szoknyák, hanem ugyanaz a harang jellegű, nagyon szép állású, szép hímzésű posztószoknyák, vagy csíkosszoknyák, vagy maga az a hétköznapi viseletes felső ráncos szoknyák is ugyanazok maradtak, mint voltak régen. Tehát ugyanazzal a viselettel, ugyanazzal a főkötővel, ugyanazzal a fejkendővel, ugyanazzal a válviseletű kendővel, pruszlikre a nyúlóval, mindennel együtt maradt ugyanaz színességébe és jellegébe is. Tehát megvolt a fiatal, az idősebb, a még idősebb, a menyecske, a menyasszony viselet. Tehát szerintem azért is csodálkoznak el nagyon sokan, amikor mi elmegyünk valahová minősítőre, vagy bármilyen fellépésre, hogy mennyire egységes a viseletünk. Tehát a gyermekéri is ugyanolyan, mint a felnőtté, de mégis korosztályhoz kötődő. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a galgamentén, hogy ez a viselet ennyire együtt maradt. Tehát, hogy együtt tudjuk viselni, és a kartali viselettől nem sokba különbözik a galgahévízi, de mégis valamibe, talán szallagba. Tehát nagyon nem is tudunk olyat mondani, hogy különbség van, esetleg annyival tényleg, hogy volt, ahol színesebb szallagokat hordtak mondjuk a fékötőre vagy a galáris kötőre. Galgahévízen például soha nem hordtak sárga szallagot, de szívesen viselték Györkön. Nem volt fehér szallagunk, de szívesen viselték Kartalon. Tehát inkább ilyen jellegű megkülönböztetés volt. Az alsó és felső galgamente nagyon egységes. És hál' Istennek, hogy egységes, mert azért egy olyan népcsoportot tartalmaz, amit érdemes megnézni, akár így emberekkel, viselettel, de magával a tájegységgel kapcsolatosan is. A pávakör tagjai hétfőnként szoktak próbálni, bár valamikor nem csak énekelnek, hanem beszélgetnek, építik a csapatot. Az elért eredményekre nagyon büszkék, hiszen kis településként is jelen tudnak lenni a minősítő versenyeken. Babám kajján aludtam el.
a fiatalságnak van jövője. Tehát nálunk azért évek óta az iskolában hagyományőrzés folyik, néptáncoktatás folyik, most már énekzenei oktatásként is a népi énekeket tanítják az iskolába. Van kisebb-nagyobb csoportok táncba és énekbe is, ők is sikereket érnek el. Hírverést tudunk csinálni, és mindig mondjuk, hogy mi mit nyertünk, de találkozhatnak velünk mindig, mert nem múlik el olyan esemény, ahol a táncosaink, énekeseink, pávakör vagy nyugdíjas pávakör ne szerepelne és ne tudná bemutatni, hogy éppen abban az időszakban mit tanult. Még nagyon fontos az, hogy maga a hagyományőrző csoport és a pávakör is figyel arra, hogy milyen ünnepkörök vannak. Tehát mi tudunk farsangor, tudunk nyáron, tudunk születikor, és tudunk télen is olyan műsort adni a galgahévízi embereknek, és akik ugye most már minket látnak a televízión keresztül is, hogy megismerhesse galgahévíz olyan belsőségét, ami régen volt, és amit most tanulva, de előadunk szintén is élvezünk. Távolabbi terveik között további megmérettetések szerepelnek, a minősítőkre folyamatosan kell járni, hiszen a kapott elismerést meg kell védeniük. A versenyek mellett fellépésekre is járnak. Meghívást kaptak Kiskunfélegyházára, ahol februárban fognak egy komplett farsangoló műsort előadni. A Kiskunfélegyházai kapcsolat előbbre nyúli vissza, ugyanis a Kiskunfélegyházi patkaporos tánccsoport vezetője az Nagy Kikindáról, Szerbiából származik, és ugye Galga Hévíz kapcsolata 30 éve Szerbiával. Na most jött tavaly előtt az a lehetőség, hogy sikerült nyernünk pályázatot, és a pályázat útján lett egy gyönyörű parkolónk, és a művelődési ház külső homlokzata újult meg, és a születi mulatságunkat és ezeket a dolgokat úgy szerettük volna megcsinálni, hogy két naposak legyenek. Ez ebbe az időszakba került átadásra, és így szombaton tudtunk csinálni egy kulturális műsort, kulturális estel, ahová meghívtuk a Kiskunfélegyházai tánccsoportot első alkalommal, de akkor még itt voltak a nagy kikindaiak is, mint testvérkapcsolat, és amikor ők végeztek a vasárnap este programjával, akkor mondták, hogy hát ők nem bánnák, ha mindig tudnának galgahévízre jönni így születi időtájban, és az idei évben úgy gondoltuk, hogy akkor egy szombat estét kapnak kulturális előadás lehetőségére, tánccal és táncszínházzal, így kerültek újra ők a képbe, és itt voltak velünk a születi felvonulásnál is, és én bízom benne, hogy folyamatosan fognak tudni érkezni hozzánk, azon kívül, hogy most már a két éves ittlétüket a mi pótlásunkkal fogjuk, tehát a farsangi bemutatkozással fogjuk tudni teljesíteni Kiskunfélegyházán. Tehát ez egy 30 éves baráti kapcsolatból adódó és újonnan épülő Kiskunfélegyházai kapcsolat. A galgahévízi pávakört legközelebb a decemberi karácsonyi műsorban láthatják. Yeah.
Most amikor ide van készítve József atyának az apáti ruhája, amit annak idején Lukács József atyának nem tudtam már így ünnepélyesen átadni, megint a beöltözködésnek a gondolatát szeretném kihangsúlyozni. Ez az apáti ruha, ez annyit jelent, hogy elöljáróként van itt köztetek. A papi ruha is ezt jelenti, a reverenda. De ez az apáti ruha, ez még inkább hangsúlyozza azt, hogy felelős elöljárótokként van itt köztetek. Szent Péter apostol az első levelében írja szó szerint, amikor az elöljárókhoz szól, hogy az ti elöljárók, mint magam is elöljáró, viseljétek gondját Isten nyájának. Ezekkel a gondolatokkal kezdte meg az ünnepi beiktatás dr. Bér Miklós váci megyés püspök. Szeptember elején ugyanis Kartal hivatalosan is új plébánost kapott. A püspök áldását adta az új lelkipásztor munkájára, amelyet ez év márciusában szomorú kötelességből elődje Lukács József atya halálának kapcsán vállalt el. Tamási Józsefet eddigi munkájának elismeréseként a püspök apáti címmel tüntette ki. Az egyházközösség 11 új taggal is bővült. Kartal életében egyébként először keresztelt a templomban a váci püspök. Zente Barnabás, én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Titeket mindnyájatokat arra kérlek, hogy lelkipásztorotoknak most már az apáti címmel felruházott Tamási József plébános úrnak legyetek munkatársai, és együtt öltözködjetek be valamennyien lélekben, szívben, Krisztus életébe, hogy Krisztus képviselőiként lehessetek itt ebben a világban. Ezzel a kéréssel fordult a hívekhez a püspök, és adta át a lelki pásztori szolgálatot József atyának. Majd megszentelte az apáti ruhát. A püspök örömét fejezte ki, hogy az egyházközösség új tagokkal bővült. Ez a mai ünnep itt Kartalon tényleg egy sokszoros ünnep volt. Ünnepélyesen most mutattam be az egyházközségnek Tamási József plébános urat, akinek az eddigi munkássága elismeréséül az apáti címet is adományoztam. Ugyanakkor hát egy felemelő élmény volt a mai keresztelő. 11 kis gyermeket kereszteltünk meg ebben a mai szentmisében, és hát ez azt hiszem, hogy magától értetődő, hogy számomra, püspök számára ez a nagy öröm, az új nemzedékkel való találkozás. Együtt látni a családokat, ezeket a kedves gyermeket vállaló fiatal szülőket, családokat, tehát ez tényleg egy nagy öröm. De hát azt hiszem, hogy az is az örömeimhöz tartozik, hogy zsúfol templom van itt hétről hétre Kartalon. Egy olyan egyházhoz hű közösség él itt, az előző papjaiknak a hűséges szolgálata nyomán, ami természetesen megint csak büszkeséggel tölt el, és reménységgel. A község új plébánosa is mindenek előtt méltatta az aktív közösségi életet, majd kifejtette, milyen területen gondol apróbb változtatásokra. Sok helységhez képest ez egy fantasztikus hely, hisz azért itt a lakosok legalább 10%-a jár rendszeresen templomba, és az általános iskolásoknak több mint 50%-a hittanos. Mégis azt kell, hogy kitapogassam, hogy hol vannak olyan pontjai ennek az egyházközségnek, amit még lehet tovább csiszolni. Például elsősorban a kulturális rendezvényeket látom ilyen lehetőségnek, amelyen keresztül esetleg azokat is meg tudom szólítani, akik nem járnak templomba. Akár tudósok, akár művészek meghívásával szeretném kívánni ennek a 6500 lakosú Kartalnak, hogy sok-sok érdekes programban legyen részük, a művelődési házban is, ha ott is van rá lehetőség, de az nem az én részem, a templomban mindenképpen. Tehát a szakrális események, cselekedetek mellett ilyen nem közvetlenül szakrális eseményeket szeretnék behozni a templomba. A közösségépítés egyik eszköze a zsinat is. Október 11-én kezdődött meg a Váci Egyházmegye zsinata, mondta el a püspök atya a Szentmise alkalmával.
A papokból és világiakból álló tanácsadó testület munkája az egyházmegye püspökének nyújt segítséget. A zsinat akár 3 évig is tarthat, és terveik szerint gyakorlati témákat tárgyalnak majd meg. 3 év múlva pedig egy plenáris ülés keretében megalkotják az egyházmegyére vonatkozó irányelveket. Már hosszú idő óta fontolgatjuk, papjainkkal beszélgetünk erről, hogy a gyorsan változó világban mi át kell, hogy gondoljuk, felül kell vizsgálnunk a magatartásunkat, a gyakorlatunkat, és föl kell tennünk a kérdést, hogy a Jóisten tényleg mit vár tőlünk? Ezt várja-e, ahogy mi emberileg elgondoljuk? És most adódott ez a nagyszerű alkalom, a II. Vatikán zsinat megnyitásának az 50. évfordulója, amit a mostani Szentatyánk 16. Benedek pápa a hit éve megnyitásául is választott. Tehát elkezdjük ezt a zsinatot, és terveim szerint ez egy 3-4 éves folyamat lesz. Fél évenként egy-egy témát tűztünk ki magunk elé, összesen 10 témakört választottunk, ennek a előkészítő bizottságait már felállítottuk, és hát azt hiszem, hogy ilyen még az egyházmegyénk életében nem volt, hogy az internet segítségével is tudjuk ezt a zsinatot megtartani. Egy külön zsinati honlapot nyitottunk, ahol hát egy interaktív együttműködéssel gondolom, hogy mindenki megszólalhat, mindenki hozzáteheti az ő gondolatait, az ő meglátásait, az ő szándékait. A zsinat első és egyben központi témája az új evangelizáció tudatosítása. Legfontosabb kérdése, hogyan tud az egyház a mai társadalomban úgy megszólalni, hogy környezete számára az evangélium érthető és elérhető legyen. Ez az evangelizáció óriási feladat, fiatalokkal foglalkozni, a szentírással foglalkozni, az ünnepeinket megismertetni még jobban az emberekkel, hogy érezzék azt, hogy úgy van, ahogy a szentírás mondja, hogy boldog az az ember, aki tud ünnepelni, de sajnos sokszor már nem tudjuk, hogy mi is az, hogy ünnep. Az ünnepi szentmise végén a hívek és a polgármester nevében Vaskó János, az egyház közösség világi elnöke Szent Bernát szavaival köszöntötte az újonnan kinevezett apátot. Csak égni felesleges, csak világítani hiába valóság, de égni és világítani ez a tökéletesség. Tudjuk, hogy senki sem tökéletes, csak a mi mennyei atyánk, de mi azt kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy sokáig égj világítva közöttünk. Néhány hónap elteltével úgy tűnik, meghallgatott az imádság, és nagyon hamar új pásztora lett a kartali híveknek. Tamás József atya pedig nem csak előjárója, hanem a közösség tagja és építője is lett. A jelenlegi társadalmi körülmények között egyre több ember szorul segítségre. Ilyenkor több országos szervezet is fokozottabban odafigyel a rászorulókra. A tél és a karácsony közelettével Bratkovics Attila több helyi és környéki szervezettel karöltve adománygyűjtő akciót indított Galgahévízen, hogy a bajban lévő családoknak gyors és hatékony segítséget tudjanak nyújtani. 3 évvel ezelőtt jött az indítatás, nagyon sok gyereket láttam iskolába, óvodába sajnos, és évről évre egyre többet, akik télen is csatagos időben is tornacipőbe, edzőcipőbe járnak, kiskabátba vagy kabát nélkül iskolába, óvodába. Ebből az elgondolásból próbálunk most már egyre több szervezettel együtt dolgozva gyűjteni és eljutatni a rászoruló családoknak. Kik ezek a szervezetek, akik támogatják ezt a megmozdulást?
Hát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Galgahébízről, van a Szent Erzsébet Karitás csoport szintén Galgahébízről, és van az Emberséggel az Emberért Egyesület Galgahébízi képviselete, akik folyamatosan segítenek, évek óta most már együtt dolgozunk velük. Hogyan választják ki azokat a családokat, akik megkapják ezeket a ruhákat? Elsődlegesen a Családsegítő Szolgálaton keresztül, hiszen náluk jelentkezik legjobban be az, hogy kik azok a családok, de ez mellett kapcsolatot tartunk az iskola igazgatóval, óvoda igazgatójával, akik látják és tapasztalják azt, hogy melyik családok azok, akik hétről hétre vagy évről évre rosszabb helyzetbe kerülnek, és természetesen a védőnői szolgálattal. Onnan kapjuk a neveket, címeket. Természetesen a szervezők szívesen fogadnak más jellegű felajánlásokat is. Hát nagyon nagy szükség van a tél beáltával most akár tüzelőre vagy tüzelőanyagra, kályhára, gáztűzhelyre, mosógépre, mikrohullámosítőre és minden olyan egyéb gépekre vagy használati eszközre, amit konyhába, háztartásba nagyon sok helyen probléma nincs, a gyerekeknek saját ágyuk, saját bútoruk, tehát ilyen elhasznált, de még használható gyerekbútor, szobabútor vagy egy fotel, akár egy fotel is nagyon sokat segíthet egy háztartásban, ahol éppen nincs, vagy egy kis ágy, tehát ilyen dolgok bármikor fogadhatóak vagyunk, és azonnal tudjuk szállítani. Még amiben nagy segítség lenne, hogyha ilyen berendezési tárgyak és nagyobbak, abban, hogyha valaki felajánlásból, a szállítást, fuvarozásból tud segíteni, azt is nagyon szívesen fogadjuk. Ezeket a tárgyakat most milyen határidővel hozhatják az adományozók? Hát ezek a tárgyak most kifejezetten, ezek a gyermek téli holmik, ezek célirányosan, ezek december 20-ától szeretnénk karácsonyra kiosztani, szétosztani a családoknak, de ez mellett egész évben folyamatosan, hál' Istennek vannak felajánlásaink, amiket próbálunk azonnal. Tehát nem gyűjtögetjük, nem tároljuk heteken, hónapokon keresztül, amikor megérkezik, célirányosan vannak olyan családok, akik külön most szükségük van két darab székre, egy asztalra, azt azonnal, amint megkapjuk, azonnal szállítjuk is oda ki a családhoz. Az adományokat a képernyőn látható címeken lehet leadni, valamint nagyobb tárgy, használati eszköz, bútor felajánlása esetén Bratkovics Attillát keressék a képen látható telefonszámon. Önök a Porta 62. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!